Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 5-én. Az első kérdés az lenne, mi foglalkoztatja őt. És ezt mutatja ez az ajtó. Ezt az ajtót lehet nyitni, vagy zárni. Az mutatja a nyitottságot, vagy éppen az ellenkezőjét, az ő zárkozottságát. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei. Ez a férfi most éppen döntéseket fog hozni, és felteszi a kérdést, hogy legyen tovább. Menjenek előre a dolgok, vagy tegyen lépéseket egy más irányba, vagy legyen visszahúzódó. A harmadik kérdés az volt, hogy mit fog közölni veletek? Milyen lépéseket tesz irányotokba? A választ megadja ez a kártya. A kettes szám a képen arra utal, ti és ő. Ti ketten. És ez a harmadik személy nem passzol a képbe. Ez arra utal, hogy valaki zavar benneteket. Figyeli a játék menetét. Tudni akarja, hogy mi fog történni. Az is lehet, hogy játszadozik veletek. Ez a harmadik személy lehet egy férfi, viszont lehet egy hölgy is. A téma, ami körül az események forognak, itt látható. A szerelem területén történnek ezek a dolgok. Mert ez a hölgy a szerelem istennője, és mutatja ezt a lángoló szívet. A téma tehát a szerelem. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!